Na, mindjárt jövünk László Imrével és Varga Lászlóval, nézzük meg az összefoglalót. Azt gondolom, hogy ö, ö, néhány napon, héten belül, ezt nem lehet pontosan megmondani, de rövid időnk van arra, hogy most már komolyan vegyük a, nagyon az összes előírást, hogy a tömeges szakaszban is kezelni tudjuk a megbetegedetteket. A tömeges megbetegedésekre a kórházakat is fel kell készíteni. Lakatos Tibor azt mondta, éppen ezért hétfőtől kórházparancsnokok segítik az intézmények működését. Lakatos Tibor arról is beszélt, a határokon nyugodt a helyzet. A kijárási korlátozásra vonatkozó szabályokat első körben a piacokon és a bevásárlóközpontokban is ellenőrizték. A másfél méteres távolságot betartották az emberek. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, ezek nem enyhítések, hanem szigorítások. Megismételte, hogy az idősek a legveszélyeztetettebbek, de vannak gyerekek és fiatalok is a fertőzöttek között. Mivel több lesz a beteg, a tesztek száma is növekedni fog. Az országos tisztifőorvos emlékeztetett, a koronavírus jellemző tünetei a láz, a fáradékonyság, a száraz köhögés és a hidegrázás. Aki felfedezi magán ezeket a tüneteket, nehezítájon, azonnal értesítse házi orvosát. Hozzátette, most az a legfontosabb, hogy aki csak teheti, maradjon otthon. És ahogy említettük, itt van velünk László Imre, a Demokratikus Koalíció Egészségpolitikus a 11. Kerület Polgármestere, illetve Varga László az MSZP országgyűlési képviselője. Uraim, jó reggelt kívánok! Jó Doktor reggelt. úr, mindjárt a legelején, ugye eltelt megint egy hétvége, jöttek adatok, jöttek Olaszországból, franciaországból, jöttek az egész világból, sajnos most már egyre inkább Amerikából is, és itt vannak a hazai adatok, amik valószínűleg a magyar nézőket talán a leginkább, sőt egészen biztosan leginkább érdeklik. Miként értékeli az elmúlt néhány napot? 26. -a óta gyorsult a pozitív esetek száma, de tekintette rá, hogy a tesztek száma, mit mondjak, meglehetősen alacsony, azért túlzás lenne messze menő következtetés levonni belőle. Azt, amit én is érzékelek, szerencsére, hogy valóban ellaposodik, időben megnyúlik ennek a járványnak a lefutása Magyarországon, ami azt jelenti, hogy egy kritikus időszakban nagy számú beteg nem zuhan rá. Az egyébként nem túl jó állapotban lévő egészségügyi ellátórendszerre. Magyarul nem jön létre az a helyzet, ami nagyon sok helyen, Bergámú, Olaszország, láttuk, hogy összeomlik az ellátás Ja, Azt mondta, hogy teszteket keveset végeznek, még mindig, most már tízezer fölött járunk, ez kevés, még mindig többet kellene? Hát feltétlenül, akkor, amikor bejelentette Gulyás miniszter, hogy eddig, ez kb. A 20. a környékén lehetett, hogy eddig több mint 6 ezer tesztet végeztünk, Ugyanaznap bejelentették az osztrákok, hogy naponta kötelező jelleggel 15 ezer tesztet kell végezniük. Hát valahol a kettő nagyon nincsen arányva holott a lakosság száma azért meglehetősen közel áll Ausztriának és Magyarországnak. Az új fertőzöttek számát azt az alapján is lehet megmondani, hogy hány tesztet végeztek, hány emberről. Tudjuk egyébként a kormányzati kommunikáció és azt kommunikálja, hogy az ismerté vált esetek száma. Ugyanakkor például a sajnálatos módon elhunytak számából lehet valamire következtetni. Most megnéztem például a horvátországi adatokat. Horvátország lakossága picit kevesebb, mint fele Magyarországénak, ott hat elhunyt állampolgárról, horvátról tudnak akkor lehetne igazán, hogyha a tesztek száma kiterjesztett lenne. Általában ugye azt mondják, hogy itt Magyarországon 3 és 4 százalék környékén van a pozitív esetek és az elhalálozottaknak az aránya. Ez rendkívül magas. Na de mivel kevés tesztet végzünk, ennek megfelelően ez hamisítja az adatokat, hiszen nagyon egyszerűen belátható, hogy nagyon sokan úgy esnek át a fertőzésen, hogy gyakorlatilag vagy semmilyen tünetük nincsen, vagy hát tünetmentesen zajlik, vagy olyan minimális tünetekkel, hogy nem fordulnak orvoshoz. Érthető okokból nem azért, mert hanyagok. Így ennek megfelelően azokat tudnánk alapul venni, ahol a karanténban tett kirándulóhajó a több ezer, turistával, ahol mindenkit leszűrtek, hogyha komplett azt a társaságot, azt a kisvárost volt Olaszországban is egy, ahol komplet leszűrték, és ennek alapján egy 1,5%-ra teszik uh -huh. az elhalázásra. Az az arányos Tehát így, vagy valamiből kiszámolni, mert ugye így most nem, nem tudjuk vargalásztól is fordulok. Mit gondolnak arról. Karácsony Gergely bejelentette főpolgármester a hétvégén, hogy megállapodtak egy magánlaborral arról, hogy szűrővizsgálatokat végeznek, mégpedig a budapesti egészségügyben, illetve a szociális ellátásban dolgozókat fogják tesztelni. Nem lehetne ezt országosan valahogyan kiterjeszteni? De hogy nem, hát nagyon fontos lenne minél több tesztet végezni. Ezt a kezdetektől mondjuk, hogy a minél több teszt, az minél a biztonságot is hozhat. Általában is a 5 pontos javaslatunk első pontja az egészségügyjel foglalkozik. Azt gondoljuk, hogy mindenféle védelmet meg kell adni azoknak, akik a frontvonalban dolgoznak. Ezek nem csak egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók, akár a közlekedési ágazatban dolgozók őket a megfelelő védőfelszereléssel minél hamarabb el kell látni, ebben a hírek szerint azért vannak még hiányosságok. Természetesen az egészségügyben dolgozóknak, hát itt el, elmúlt egy évtizedben egy nagyon komoly bérharca is van, azt gondolom, hogy meg kell őket jobban becsülni, és hosszú távon át kell gondolni a társadalomnak, hogy mekkora munkát is végeznek de konkrétan most hatalmas a terhelés rajtuk, ezért egy egyszerű 500 forintos bérkiegészítést is javasoltunk. Természetesen ezt az öt pontos csomagunkat benyújtottuk az országgyűlésnek is, és hát reméljük, hogy nyitott lesz rá a többi párt is, illetve hát a kormány. Azt gondolom, hogy a frontvonalban dolgozóknak a megbecsülése most mindennél fontosabb, és minél több tesztet kell végezni. Önök többször beszéltek már az elmaradottak régiókról és az ott Adnak van egy felmérése, hogy nagyjából hol vannak a leghátrányosabb helyzetben, például a, mondjuk a koronavírus aki most kapja meg, ő hova fordulhat, hiszen tudjuk a fővárosban azért nagy kórházak vannak, azért egyetemi központok vannak Pécset, Szegeden, Debrecenben, de például milyen szintig megy a székhely? Megyél jogú város? Nagyváros, közepes város, kisváros? Mit tegyen egy kis falusi ember? Miskolcon járványkórház is jött létre, ugye, ugye a az egyik, igen, Miskolcon élek, az egyik tagkórházából, a Szemelvesz tagkórházból jött ez létre, ott az infektológiának is egy nagyon komoly múltja van és szakmaisága. Ezzel együtt az érem másik oldal az az, hogy például az Európai Unió régióinak versenyképességét hasonlítják össze három, három évente, és ebben az egészségügy paramétere szerint 2016-ban utolsó előtti volt az Észak-Magyarországi régió. Tehát ilyenkor jönnek elő azok az adatok, amelyek tulajdonképpen békeidőben sokszor mondunk, és teszünk javaslatokat ezeknek az adatoknak a javítására. Önök például, tehát, hogy, hogyha már a saját városát említette, tudjuk, hogy Miskolcon hány aktív létesítettek, hogy hány lélegeztetőgép van konkrétan? Egészen konkrét adatokat így ilyen értelemben nem lehet tudni, az országosat tudjuk, az a 2560, amit nagyon sokszor hallottak önök is a tudósításokban. Ebben az adatban se tudunk mélyebbet, hogy pontosan ebből mennyit használnak aktuálisan, mennyi a szabad, mennyi működik. Nyilván ebben a térségben többet kell vélhetően majd juttatni, mert a társadalmi hatások azok Olyanok egyébként a légszennyezettség is nagyon magas a térségben, és azt mondják, hogy ahol magas a légszennyezettség, ez egy újabb kutatás egyébként, az olaszok csinálták talán. Hát már a Lombardiában is nagyon. Igen, magas igen van ott, el... ott, komolyabb gócpontok alakulhatnak ki. Ne legyen így, de fel kell erre készülni, és azért azt gondolom, hogy megfelelő eszközökkel el kell látni az itteni egészségügyet is. Uh -huh. Megfelelő eszközök, ugye a Demokratikus Koalíció erre csatlakoznék rá, ingyen maszkot követel mindenkinek. Hogyan lenne ez lehetséges? Hát a megfelelő eszközök feltétlenül kell lennének. De minden egyes embernek ingyen maszkot pontosan, ugyan Pontosan. Ugye az, ami rajtam van, az is egy egyszerű sebészi maszk, ami önöket védi. De ez Nem egy egyszer, egyszer, használatos maszk, ugye ez? Ami, ami... Ez, ez, egy sebészi maszk. Végeredményben FFP 2-es, 3 az, ami megfelelő szűrővel rendelkezik ahhoz, hogy a vírus ellen védjen, tehát ott már engem is védene. Mi gyakorlatilag azt tudtuk tenni, én február 8-án tartottam egy összejövetelt a főváros kerületi polgármestereknek, ahol az én korábbi tapasztalatom alapján 9 évig én járványügyi felügyelőként is kellett, hogy működjek, mint hadosztály és vezető orvos. Tehát ismerem ezeket a dolgokat, rossz szóval kiképeztek rá. Én február 8-án elmondtam, hogy mit kellene tennünk annak érdekébe, hogy próbáljunk elébe menni a történetnek. Hát sajnos engem azzal díjaztak, hogy politikai tőkét akarok kovácsolni a koronavírusból. Nagyon sajnálom, én abszolút orvosként és polgármesterként tettem, és mondjam, az politika nulla, nem volt benne. Mindegy, semmi gond, mi megrendeltünk már akkor. Most a napokba érkezik be 50 ezer FFP2-es maszk, és ezt is közzétettem, ezt viszont, hogy mondjam, meg vagyok sértődve. Az, hogy áfát kell fizetnem rá ráadásul, hogy az állam helyett én rendelek maszkot, 27 százalék vám, bocsánat, áfát, és még vámkezelési költséget 12 százalékot, 37 millió forint helyett 57 millió forintot kell kifizetnem. Hát finoman fogalmazok, enyén szólva túlzás. Hova kerülnek a maszkok egyébként? Ez az, az kerület egészségügyi aparátusa, illetve azok, akik hát gondozónők, Védőnők, idősekkel foglalkozók, akik emberekkel foglalkoznak, a önkormányzatban azok, akik részt vesznek egyébként közvetlenül személyes találkozásokba, tehát azokat próbáljuk védeni, és hadd tegyem hozzá, hogy maximum egy nap egy maszk használható, utána kuka. Tehát ez nem ez arról van szó egyébként, maszk is hát, hogy ez odaadom, és akkor amíg a járvány tart, addig használhatja. Tehát szó nincsen róla. Most várjuk naponta, úgy volt, hogy tegnap érkezik, aztán most nem tudom, még húzódik, mert állítólag az állam elsőbséget élvezett, semmi baj, csak jöjjön be, hogy ne a járvány végére kapjuk meg ezeket. Ezért kérdeztem, hogy egyszer használatosak, és hogy mindenkinek, minden egyes embernek ingyen maszkot hogyan lehetne, amikor ezek egyszer használatosak igyekszünk, át, igyekszünk egyébként abszolút értelemben kiterjeszteni az idősek irányába ebből a maszk számból adni, és próbáljuk biztatni a területünkön azokat, akik varnak, ilyen maszkokat, amik gyakorlatilag fertőtleníthetők, egy hipós vízbe kimosva vasalóval, gyakorlatilag többször használható. Igen. Tehát, hogy öntevéken. Akkor hadd mondja el nagyon ö, ö, felvidéken, megdicsértem a felvidéket, mert hogy felvidéki asszonyok elkezdtek varni, és hát a, az első a között, kedves, kedvenc kisfalom, kis, falom, kis tárkány, polgármester asszonyát, Bálint Csillát, Stefániát, illetve Kamillát nem tudtam fölhívni, mert egyszerűen nem tudtak beszélni, mert folyamatosan ilyeneket vartak, különböző betétekkel, és küldtek nekünk. Köszönjük négyet. szépen. Ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hát én is neki. köszönöm orvosként. Nagyon Köszönjük szépen. szépen. Ez, ez akkor ezek a... szerint erre válaszolt is, hogy ezek a hasznos dolgok. Hogy ne? Hogy Tehát ne. ezek a hasznos hogy dolgok. Hadd hát kérdezek még valamit, László úr. Mit jelent az, hogy egyenruhás parancsnak a kórházban? Ha nagyon jól akarnának fogalmazni, ezt nem hallottam, akkor azt kellene mondaniuk, hogy a működés, a gyógyítás feltételeit biztosítják. Tehát hát az, valami ilyesmit mondanak, tehát hogy a gyógyításban nem szólnak bele, hanem a, az eszköz ellátásban. Igen. Meg, hogy védelmet biztosítanak. Hát egy szám magába, vagy hárman, négyen nagyon védelmet nem tudnak biztosítani, hogyha oda sokan mennek. Viszont meggyőződésem, hogy központi utasítást közvetítenek a kórház irányába, és ellenőrzik ezeknek az utasításoknak a végrehajtását. Tehát tulajdonképpen egy aktív tranzitálása egy központi akaratnak. Ezzel még nincsen baj, ezt most nem negatív értelemben mondtam, félre ne értsék, hanem egyszerűen arról van szó, hogy azt kellene mondani, hogy a működés, a gyógyítás nem szakmai oldalról, feltételeit biztosítják, tehát rajta vannak, hogy az anyagok beérkezzenek, hogy a gyógyszerek rendelkezésre álljanak, és valóban azok a feltételek, amik a működés optimalizálásához kell, az teljesülhessen. Varga László szavaznak a parlamentben, ja. nyilván most sem fogják megszavazni. Nem kellett volna megszavazni a múlt héten? Nézzem, sajnos, sajnos bejött az, amit lehetett gondolni előtte, Egyetlen módosító indítványt sem támogattak a kormánypártiak, sem az igazságügyi bizottságon, sem a törvényalkotási bizottságon, amelyet ellenzéki képviselők nyújtottak be. Mi önálló indítványként is benyújtottuk azt, hogy egy időkorlátja legyen az előterjesztésnek, ehhez is módosító indítványként beadtuk, mindent leszavaztak, úgyhogy attól tartok, hogy egy politikai játszmát játszik most a Fidesz és Orbán Viktor, akkor, amikor tényleg szükség lenne a segítségre. A Fidesz és Orbán Viktor pontosan ugyanezeket a szavakat mondja az ellenzékre, nevezetesen, hogy az ellenzék játszik politikai játszmát. Nem érzi úgy, hogy akkor, amikor a létező legnagyobb a baj, amikor este 8 órakor kint tapsol Magyarország az egészségügynek, amikor közösen harcolunk, az utókor már nem azt fogja esetleg értékelni, hogy kinek volt igaza, kinek nem, hanem az, hogy megint méltatlan egymás szivakodásával foglalkozó politikusokat lát a parlamentünkben. Én is méltatlanak tartom a helyzetet, de hogy hívjam fel a figyelmet arra, hogy Európa egyetlen országában sincs időkorlát nélküli felhatalmazás, ez példátlan. Tehát azt gondolom, hogy igazán tehetett volna lépést a bizalomépítés érdekében a kormánypárt, hiszen itt nagyon komoly veszély fenyeget, száz, több százer munkahelyet javasolt azt is, hogy 3-9 hónapra növeljük az támogatást. Azt gondolom, hogy nagyon komoly társadalmi és gazdasági hatása is lesznek a, ennek a válságnak, ami ez valóban nemzeti egység kell. Mi még mindig nyitva vagyunk erre, ma van a szavazás, remélem még valami lépést lesz a kormány. Eszén Bocsánat, hadd tegyek hozzá egy adatot pontosan az ATV tegnap esti megdicsért műsorába. Több mint 80 a betelefonálóknak és magasan bőven ezer fölött azt mondták, hogy helyesen tette az ellenzék, hogy nem szavazta meg. Nagyon sokan szavaztak, így volt, nem reprezentatív a heti napló. Felbérés, ezt teszem hozzá nem nagyon nem gyorsan. Marga Lászlónak, szépen. László Imrének köszönjük szépen, hogy itt voltak.